Köszöntöm nézőinket! Még mindig nagyon sok lakóingatlant vásárolnak, illetve adnak el az adózók. Az ehhez az üzlethez kapcsolódó adójogszabályokról beszélgetünk Bartlai Krisztinával, a NAV Baranya megyei sajtóreferensével. Jó napot kívánok! Köszöntöm a nézőket! Ugyebár van egy eladási időpont, van ebből egyfajta jövedelem, és hát az időpont az lényeges bizonyos szempontból. Mit kell erről tudnunk? Hát az ingatlan adásvételnél, akár eladásról, akár vételről van szó, nagyon fontosak az időpontok. Hogyha ingatlant értékesítünk, akkor a jövedelemszerzés időpontja egy nagyon fontos dátum, ez pedig a szerződésnek az ingatlanügyi nyilvántartás hivatalhoz történő benyújtása, tehát a régi nevén a földhivatalhoz. Amikor benyújtjuk a szerződést az értékesítésről, akkor az a jövedelem megszerzésének az időpontja. Aztán, amikor kiszámoljuk a jövedelem részt az ingatlan értékesítésből, akkor nagyon fontos időpont magának az ingatlannak a megszerzésének az időpontja, tehát egy korábbi adásvételnek az időpontja, amikor a most értékesített ingatlant megszereztük. Ennek az időpontja ugyanúgy lehet a szerződés földhivatalhoz történő benyújtása, vagy pedig például, hogyha örökségről van szó, akkor az örökség megnyíltának a napja, vagy például, hogyha a leasing ügylet keretében került hozzánk az ingatlan, akkor pedig a szerződés kötésnek a napja. Miért fontos az, hogy pontosan meg legyen határozva ez a nap? Milyen szabályozók vonatkoznak erre? Hát azért fontos, mert ettől az időponttól lehet figyelembe venni bizonyos költségeket, például az értéknövelő beruházásokat, illetve ezen időponton lehet érvényesíteni a további költségeket. Illetve amikor kiszámoljuk a jövedelem részt, tehát a bevételből levonjuk a költségeket, akkor ugye kapunk egy számított összeget, amit elvileg még tudunk csökkenteni is, hogyha a jogszabálynak megfelelően, vagy a jogszabályi feltételeknek megfelelünk. Hogyan kell kiszámolni a jövedelmet? Mitől függ ez? Hát ugye megkapjuk a jövedelmet, illetve az ellenértéket az ingatlannak, azt úgy hívjuk, hogy bevétel, és akkor ebből le tudjuk vonni a költségeket. A költségek között olyan tételek is szerepelhetnek, mint ugye az ingatlan, az eladott ingatlannak a korábbi szerzéskori értéke, a szerzéshez kapcsolódó költségek, az értéknövelő beruházás értéke, illetve az értékesítés költségei, ilyen például, hogyha meg kell hirdetni egy ingatlant, vagy például az ingatlan közvetítőnek kell fizetni. Ezek mind költségtételek, és akkor kapunk egy számított jövedelem részt, amelyet attól függően, hogy hány évig volt tulajdonunkban az ingatlan, annak megfelelően tudunk csökkenteni. Ezt egy táblázat tartalmazza a jogszabályban, és azt jelenti, ez egy 5 éves szabály, ez azt jelenti, hogy az 5. évtől, illetve az azon túl szerzett ingatlanok esetében már teljes egészében csökkenthető ez a számított érték. Tehát ez azt jelenti, hogy ezen ingatlanok például ez évi értékesítése esetén nem kell jövedelmet számolni, tehát nem kell adót fizetni, és ebből következően a bevallásban sem kell szerepeltetni. Mi számít jövedelemnek? Tehát itt arra gondolok, hogyha valaki eladja a lakását, vagy eladja a házát, akkor mi számít jövedelemnek, illetve mi alapján vonatkoznak rá az adójogszabályok? Van-e valamilyen kitétel, hogy ez nem jövedelem, mert például ilyen meg ilyen körülmények hát itt vannak? Ingatlan adásvételnél a jövedelmet úgy szoktuk meghatározni, hogy a szerződésben lévő összeg, tehát a vételár tulajdon képpen, hogyha pedig régebbi szerzésű ingatlanról van szó, tehát például egy örökség által megszerzett ingatlanról, akkor ugye a hagyatéki végzésben is benne van egy összeg, azt szerzéskori értékként is szoktuk felhasználni. Tehát mindig azt kell nézni, hogy az eladott ingatlanért mennyi bevételt kapunk, és azzal szemben mennyi költséget, levonható tételt tudunk állítani, és a kettő különbözetét még tudjuk az előbb említett éves sávok alapján csökkenteni, és így kapjuk meg azt az adóköteles jövedelem részt, amit a bevallásban szerepeltetni kell, illetve 15% adót kell megfizetni utána, a bevallás pedig ugye az értékesítés évét követő év május 20-a.
ha már örökségről volt szó, régebben, mintha lett volna egy olyan szabály, hogy az örökségből származó összeget lakásvásárlásra fordította valaki, akkor az kedvezően alakult ilyen szempontból az ügylet, tehát magyarul nem kellett adóznia. Ez hát, még él, vagy van él? Nem, itt egy általános szabály van az ingatlan célú felhasználásra, tehát az a régi-régi szabály, hogy veszünk belőle egy másik ingatlant, automatikusan ez már nem működik. Az az általános szabály, hogyha valaki ezt az összeget, ezt a jövedelem összeget saját maga részére, hozzátartozója vagy élettársa részére, idősek otthonában vagy fogyatékosok otthonában lévő férőhely megszerzésére használja föl az adott évben, akkor nem kell neki adót fizetni, illetve hogyha már bevallotta, megfizette az adót, és az azt követő 2 éven belül felhasználja így ezt az összeget, akkor a felhasználás igazolása mellett az adó összegét vissza tudja igényelni. De ezt mind dokumentálni kell. Magyarul, tehát a jövedelem ezeknél az eseteknél használható fel? Igen, kizárólag ezekben az esetekben. Amúgy minden más esetben pedig fizetni kell. Igen. Még annyit arról nem esett szó, hogy mit jelent az érték növelő beruházás, hiszen van, aki azt mondja, hogy ezzel megnövelt az ingatlan értékét. Mi számít annak? Hát értéknövelő beruházásnak a szabályai változtak, tehát érdemes odafigyelni erre. Igaz, hogy már évek óta az új szabály szerint, de nem biztos, hogy annyira ismertek ezek a szabályok. Tehát egy 5%-os szabály van, illetve egy 24 hónapos szabály, tehát az értékesítést megelőző 24 hónapban a bevétel 5%-át meghaladó mértékben kell ráfordítást tenni, állagmegóvási ráfordítást az ingatlanra, akkor minősül le az értéknövelő beruházásnak, és ekkor lehet figyelembe venni tulajdonképpen csökkentő tételként. Ami még nagyon fontos, hogy ugye nagyon sokan saját maguk végeznek munkát, sajnos ezt a saját magunk által végzett munkát, ezt költségként nem tudjuk itt érvényesíteni. De a megvett anyagokat, azt le tudjuk. Azt természetesen, itt is nagyon fontos, hogy dokumentálni kell, tehát számla kell, hogy legyen az anyagokról. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Én is köszönöm. Nézőinek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, minden jót.